Szabadka Szabadka délvidék északi részén az észak körzetben Magyarország déli határától 10 km távolságra fekszik. Délvidék második legnépesebb városa, a délvidéki magyarság szellemi központja. A lakosság 38,5%-a magyar, míg 24,1%-a szerb nemzetiségű. Számosabb népcsoportot jelentenek még a horvátok és a bunyevácok. Szabadka legkorábbi ismert írásos említése 1391-ben Szabadka néven történt. A jelenlegi helyes viszonylag későn, 1697-ben jelent meg. Negyedik Béla szabad jobbágyok telepítésével alapította meg Szabadka városát. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharckor a település magyar kézen maradhatott. A kiegyezés után elindult a fejlődés és a városiasodás. Ekkor épült ki a mai városképet is meghatározó szecessziós arculat. Főterét a régi városháza hatalmas épülete uralja. A városháza kecses alakja a városközpont legkiemelkedőbb része. Komor Marcel és Jakab Dezső budapesti építészek tervei alapján építették mindössze két év alatt, 1908 és 1910 között a magyar szecessziós stílusában. Alapjában véve barokk elemeket tartalmaz, ám a magyar szecessziós stílusban épült, stilizált tulipánokkal gazdagon díszített, és a művészet, valamint az ipar harmonikus összeolvadását tanúsítja. A stilizált tulipán díszítésű városháza kivitelezési időszaka két szakaszra bontható. Az első két évben elkészült az épület, a második időben a belső munkálatok folytak a legjobb iparosok közreműködésével. Az épületet belülről szemléve ezzel alig a csodálkozhatunk. A zsolnai kerámiák, a bútorok, az ötves munkák önmagukban is valóságos műremekek, a közhivatali épületben a művészet és a kisipar összehangoltan fonódik egybe. A tanácsterem üvegablakait rajtuk a magyar királyokkal és történelmi személyekkel Rót Miksa üvegfestő és mozaik művész készítette, a megvalósításához a minták egy részét Nagy Sándor festőművész szolgáltatta. A Városháza óratornyán a négy világtáj felé néző négy óra található, amely a város szinte minden pontjáról jól látható. Szabadka legnagyobb házának építését komoly viharok kísérték. Egy heves kritikus tízezer koronát ajánlott föl magánvagyonából, hogy bontassék le a város csúfsága, s buzdította a lakosságot, hogy csatlakozzanak kezdeményezéséhez. Az épület a magyar eklektika egyik legjelesebb műemléke. A város védett központjában Pár száz méterre a városházától található a város legszebb építménye, mely a szecessziós stílusában épült, ez a Reichle palota, melyben ma a képzőművészeti találkozók tárlataiban gyönyörködhetnek az érdeklődők. A szabadkai zsinagóga tervét Komor Marcel és Jakab Dezső eredetileg Szegedre készítette, a szegediek azonban túl különlegesnek találták. Így jutott hozzá a kevesebb pénzzel is több fantáziával rendelkező szabadkai hitközség közel féláron. 1903-ban avatták fel a zsinagógát. Az épület nem csak külseiben, de szerkezetileg is különleges. A lazatalaj nem bírta volna a hatalmas kupolát, így azt a földbe sülyeztett betonoszlopok tartják. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka belvárosában található magyar tannyelvű intézmény. Működését 2003-ban kezdte meg. Kosztolányi Dezső szabadkán született és itt végezte iskoláit is. Emlékét az iskola egykori könyvtáros irodájában berendezett szoba őrzi. A Vajdaságban az egyetlen Kosztolányi Dezső köztéri emlékmű Kosztolányi szülővárosában szabadkán áll. A melszobor a gimnázium melletti parkban található. Let's...